Sisak gyűjtemény? Hát a gyűjtemény az húzás, de... Az ember lát egy sisakot a földön, akkor az hazahozza. Ez például Bagdadból van. Uh-huh. Akkor aztán az első alkalom, amikor Bagdadban voltam, az ilyen leégett. És azt nem tudom, hogy benne volt az illető, vagy nem, ez meg egy jugoszláv. Ez a vörös csillag. Uh-huh. Ő? Egy magyar, szovjet. Csú, hogy ezt valahol kiástad, vagy honnan volt ez? Igen, lőtéren voltunk, uh-huh. aztán ez. És ez meg hogy hívják, ez egy másik világháborús magyar. Jól látom, amit látok? Kocsi ez egy ajtó, kocsi ajtó. Ez még, még Horvátországból hoztam magammal, egy másik autónak a tetején. A vámosok nagy, meg a határőrök nagy megrökönyödésére. Romos autónak a belsején ül. Hát, hogy te most mit értel, vagy ki mit értelmez, vagy ki mit olvas belőle, az a magánügye. Nekem ez csak egy darab szemét. A szemétben az illető, száraz kenyér nem véletlenül van itt. Uh-huh. Egy szakadt csizma, mi kell még? Ez egy szomorú kép. Ez semmiképpen nem inzinuáció, meg semmi ilyesmi. Uh-huh. Az utoronyakendő meg egyértelmű, de az is kifakult. Uh-huh. Nem nagyon ízléses, nem? Nekem, mondjuk az én ízlésem. Hát, nézd, nem is a hálószobámban van. Jól látom, hogy a Sztálin fejéből kinőtt valami? Ja, jó helyre került. Lyukas alulról, és oda tettem, és valószínűleg pont ott volt egy dió, és az kinőtt. És van egy luk a mellszobor fején. Oda van írva, hogy hány tató, de miért van neked Sztálin szobor a kertedben? Hát, kaptam. Na most ez megint az a kategória, hogy most a hálószobámba tegyem? Nem. Kikerült az udvarra, és akkor most azért... De mi az, hogy hány tató? Hát, szokták, előfordulnak házi bulik, a fiúk egy kicsit. És akkor néha többet isznak a keleténél. Az Árpád-sávos zászló is kellék? Ez Ráckevé zászlóján, barátom hozta Ráckevéből. Direkt azért, ha föltesznek ilyen kérdés, amit most tettél föl, kijavíthassam. Aha. Ez kérlek Ráckevé. De azért van itt gondolom, mert hogy hasonlít az Árpád sávhoz zászlóhoz, vagy neked van valami személyes kötődésed Ráckevéhez? A barátom hozta. Aha, érted. Hat sáv. Ez nem az Árpád sávos. És a háttérből Krisztus? Az, amikor megvettem a házat, akkor itt egy Prahedli limlom volt, és alján volt ez a plé Krisztus. Kicsit megtisztítottam. De szép egyébként, nagyon szép. Nem illik eldobni, úgy gondoltam, hogy ott jó helyen van. Az ember azt gondolja, hogy valaki visszavonul a világból egy picit, ahogy te, hogy akkor egy ilyen intim kertet hoz magának létre. Ez meg olyan, mintha egy valamilyen provokatív múzeum lenne. Sztálinnal, szétlőtt ajtókkal, sisakokkal, zászlókkal, ami olyan, mintha olyan lenne, de mégse olyan. Nem vonultam ki a világból, és... Hát ez kimiből, is mutatott, hogy milyen harcos vagy. Kimiből szerzi az inputokat. Ez egy színház? Tehát tulajdonképpen olyan, mintha egy színházat csinálná saját magadból. És közben ugye, hogy az egész kontraszt még erősebb legyen, ott vannak a hihetetlen finom lírai verseid. Azok a finom lírai versek akkor születnek, amikor nem a Sztálin szobrot nézem, hanem föl az égre, és ott vannak a fecskék egyébként most is. Te egy komplikált ember vagy, nem? Egy pszichiáter azért elbabrálna rajtad. Vagy én a pszichiáterre.